Sziasztok! Manin vagyok, ismét. Nem akartam még egy videót csinálni erről, de annyira sok ember védi ezt az embert, hogy sajnos muszáj. Nyilván Naburról beszélek, egy pár kommentre és jelenségre szeretnék reflektálni. Először is, egy fontos dolgot, amit ki kell emelnem, mert nagyon sok szülő át sem gondolja ezt, ezt most ki fogom emelni. Szóval, amennyiben gyereket szeretnétek vállalni, de nem értetek annyira a számítástechnikához, számoljatok azzal, hogy a gyermeketek lehet, hogy már 11-12 évesen jobban fog ezekhez érteni. Ez nem szégyen, de én úgy gondolom, hogy a 21. században a gyermekvállalásnak a része az, hogy oktassuk magunkat az internetről és a számítástechnikáról. Mert ha ezt nem tesszük, akár a gyermekünket is veszélybe sodorhatjuk, meg ha tegyük fel egy számítógépet használtok az egész családdal, akkor a kölyök bármilyen vírus leszed. Tényleg, az összes vírust össze tudja szedni az internetről, tapasztaltam, nagyon sok ilyen problémával néztem már szembe, de ez nem a videónak a témája. 2018 óta a harmadik magyar youtubert buktatom le hasonló ügyben. Mindannyian kiskorú lánynézőket zaklattak, és mindannyian hírnevüket használták ki. Manipuláció az mindenhol megtalálható volt. Beszéljünk először is arról, hogy ez miért történhetett meg. Az internetnek hála, a személyi kultuszok aranykorát éljük. Tehát akármekkora egy senki vagy, ha pont jókor töltesz fel egy videót, amiben mondjuk táncolsz, tátogsz, vagy tök mindegy, mit csinálsz, híres leszel. Több platform is elindult már ebbe az irányba, a Musical.ly meg a TikTok óta, szóval ez sajnos ez így van. Nem túl jó a személyi kultusz, de jelen van az interneten, és ezzel együtt kell élnünk. Jelen esetben inkább mint jelenség szeretnék beszélni ezekről, szóval videósként fogok referálni a tartalomgyártókra, így az egyszerűség kedvéért. Tehát, vannak azok a videósok, akik időseknek, vannak akik gyerekeknek gyártanak tartalmat, de ne felejtsük el, hogy a gyerekek kíváncsiak mindenre, hiszen gyerekek. És nekik van a legtöbb szabad idejük, legtöbb kreativitásuk, legnagyobb érdeklődési körük. Az én élőadásaim, azok mind 18 pluszosak, de mégis rengetegen írják be azt, hogy 14, 15, 16 évesek, amikor megkérdezem, hogy ki hány éves. Nyilván ez nem probléma, nyilván nem kor alapján lehet megmondani azt, hogy ki mennyire értelmes. Nem is szeretném elvenni a streamjeimet azoktól az emberektől, akik tényleg elég értelmesek ahhoz, hogy ezt nézzék, viszont nem szeretnék rossz példát sem mutatni a fiataloknak. Tehát ezek a videósok általában hatással vannak a gyerekekre, és arra is, hogy később hogyan fognak viselkedni, mit fognak játszani, nézni, hallgatni, csinálni, élvezni, megélni. A gyerekek személyiségének kialakulásában nagyon nagy részt jelenthetnek, főleg, ha szó szerint rajonganak valakiért. Nabunál is ez a helyzet. Nem ismerem az animés közösséget, lehet, hogy elfogult is vagyok egy kicsit ezzel kapcsolatban, de alapvetően semmi bajom az animékkel, és imádom Japánt is. De amikor egy ember konkrét a hamis personát épít ki saját magának, amit direkt úgy formál, hogy edgy legyen, és imádják a kíváncsi tínédzserek és gyerekek, az sok. Az nagyon sok. Főleg, ha ezt ki is használja. Később mondjuk ingyen munkákra, videóötletekre, grafikákra, forgatókönyvekre, vendégszereplőkre, szinkrohangokra tegyen szert vele, mivel ezt mindent elszerezte, vagy megszerezte ezektől az emberektől ingyen. Nagyon-nagyon sok grafikus írt nekem, hogy Nabu, szó szerint baszta kifizetni, és jogosan feltettétek a kérdést, hogy hát miért nem fizetett előre? Miért nem tettek rá vízjelet? Nabu azért nem fizetett előre, mert a grafikusok nagy része már alapból a nézője volt, és valamilyen úton, módon becserkészte őket. Ha 2-3 éve nézel valakit, tegyük fel a kedvenc videósodat, jelen esetben Nabut, aki akár még segített is neked nevetni a szarabb napjaidon, és a személyiséged egy részét akár tőle is eltanultad, vagy láttánál a dolgokat, amik tetszettek, az a tudatalattidban már egy olyan bizalmi kapcsolatot alakít ki, ami nem egy kapcsolat, hanem egy téveszme. Mert míg te bízol ebben az emberben, hiszen a videóiban jó fej, addig neki csak egy rabszolga vagy. Vagy egy rajongó, aki számára nem is olyan ember, mint te. Ez nem mindenkire igaz. Viszont Nabura sajnos igaz. Miután megcsináltam a videóm, még vagy 20 lány írt nekem, de az is lehet, hogy több. Hogyan lehetséges ez? Mégis miért beszéltek egy ilyen emberrel? Ennyien. Nem is értem. Elég ránézni a bocsánatkérős videója alatt a komment szekcióra, és a negatív kommenteket törölte, bár a kommenteknél azt írja, hogy egy szűrő miatt nem látszik, de privátban Facebookon, amikor valaki megkérdezte tőle, azt a screenshotot kaptam, hogy az egyik moderátorra törölte őket. Kötve hiszem, hogy ez bármelyik igaz lenne, de most szerencsére pozitív kommenteket fogom felhozni negatív példának. Valakinek már az is elég, hogy bocsánatot kért, és konkrétan tiszteletet nyilvánítanak neki, hogy ki mer állani a nagy közönség elé, és magától bevallja. Nem magától vallotta be. Persze lehet, hogy sokan nincsenek tisztában az előzményekkel, de pár pillanat alatt meg lehet találni a videómat. Ennyire buták lennének az emberek? Azért elég sok ez egy embernek.
Nem akarják, hogy összetörjen bennük az a kép, amit évek óta láttak és tapasztaltak. Többen írták, hogy a gyerekkoruk tönkre ment emiatt. És már csak undorral tudnak nézni erre az emberre. Nos, ez lenne normális. Alapvetően egy igazi igénytelen, undorító emberrel beszélünk, szerintem számtalan ember tudna mesélni arról, hogy milyen higiéniai szokásai voltak, és a kinézete tökéletesen tükrözi ezt. De hát jöhetnek a kommentek, hogy Manin, miért személyeskedsz? Igen, ilyen kommenteket is kaptam. Hogy miért személyeskedek? Őszintén, a személyeskedés nem szép dolog, és nem tartom illedelmesnek semmilyen szituációban egyik embertársammal sem. De Nabu nem férfi, nem is ember számomra. Sajnálom. Rá kell nézni, tényleg. Objektív véleményt szeretnék kérni. Oda engednéd a 10-11-12 éves kislányodat a rendezvényen egy ilyen emberhez? Sokan védték, de ne legyünk álszentek. Azok az emberek, akik védik őt, biztos vagyok benne, hogy ugyanannyira előítéletesek a való életben, mint bárki más. Tipikusan úgy néz ki, mint a pedofilok bármelyik filmben vagy sorozatban. Nem kell ezt magyaráznom. De tényleg. Ha ezt valaki nem látja, tényleg csak annyit tudok rá mondani, hogy elvakult rajongó, vagy nagyon-nagyon PC szeretne lenni. Tudom, egy PC világban élünk, de azért vannak határok. A videóim stílusára is kitértek az emberek, miszerint szörnyen csúnyán beszélek benne, és elnye-beljnye. Nos, az interneten vagyunk, és a videókban szerintem jól lehet hallani, hogy mennyire felbasz engem ez a téma. Lehet, hogy megszoktátok, hogy a legtöbb ember nem őszinte veletek ezeken a platformokon, és a reklámok meg a szponzorok érdekében még lehet, hogy nem is káromkodnak, de most nem egy podcastet nézel, ahol nem mondunk neveket. Sajnálom, ha valakit ezzel megsértettem, de ez a videó már remélem választékosabb lesz. Szóval Nabut gyakran látták már kislányokkal rendezvényeken, mert imádta, hogyha körbeugrálták. Úgy érezte, végre lehet valaki, hiszen a való életben egy világi lúzer volt mindig is. De az internetes personával sikerült elérnie azt, amit eddig soha. Végre szerették őt. A probléma csak ott kezdődik, hogy míg engem azért szeretnek az emberek, és azért utána, aki vagyok. Ő csak kitalálta az egészet, és sajnos ezt nem mindenki tudta. Pedig ő maga is elmondta egy saját videójában. Innentől kezdve pedig el is indultam a lejtőn, hogy egy teljesen eredeti internetes személyiséget alakítsak ki magamnak, egyfajta fiktív avatárt, amelybe belebújok minden egyes alkalommal, ugye akinek megvan a saját története, megvan a saját ruhája, megvannak a saját kiegészítői. Sok lány azt látta, hogy beszélhet vele, mert megértő lesz. És a lányok elnyomó többsége valamilyen úton módon dolgoztatva lett. Tehát nem feltétlenül csak szexuális szándékú kihasználás történt. De az esetek 80%-ában mindkettő szerepelt. Érdekes módon, amikor egy már bőven a 20-as éveiben lévő lány számolt be, nem számolt be szinte semmilyen jellegű szexuális zaklatásról. Ellenben a 15-16 éves lányok mindegyike megtette ezt. Lehet azzal jönni, hogy a beleegyezési korhatár az még mindig itt van, és lehet azzal is jönni, mi van, ha a lányok akarták. Nyilván volt olyan lány, aki akarta is ezt. A videóban az egyik volt barátnője, és beszámolt erről az egészről, de azóta már több ex-e is beszámolt, és egyikük sem múlt el 18 éves, amikor megismerkedtek. Az ember manipulálhatóságát nem lehet korban belőni, hiszen mindenki máshogyan fejlődik, és ez a manipulátorunktól is függ. Jelen esetben egy olyan emberről beszélünk, aki évek óta hamis néven élt, és az egyetemi társai is többen beszámoltak arról, hogy még ott is mindenki Ákosként hívta őt, pedig nem ez az igazi neve. Egy normális ember csinál ilyet? Tegyük fel, oka volt rá, jó, lehet, hogy az apjától örökölte a nevet, és nincsenek jóban, ez nem az én dolgom. De amikor a korodról is hazudsz, és a barátnőd a kapcsolatotok közben jön rá az igazi korodra, az azért elég nagy vörös zászló, nem? Pont azért tudott az egész ennyire rosszul elsülni, mert a lányok túlnyomó többsége már Nabuként, Ákosként ismerte meg. Egy nem létező, kitalált personát fogadtak be a szívükbe, és adtak neki bizalmat. Ezek után pedig persze, hogy ki fogja ezt használni. Egész eddig hazudott, bárkinek tud már. Miért ne tenné újra és újra? Olyan kommenteket is kaptam, hogy miért nem tiltották le a lányok, miért nem szóltak a rendőröknek, szülőknek. Az internet nem úgy működik amúgy, hogy bántanak téged a neten, és ki tud kapcsolni a monitort, mert attól még ők ugyanúgy itt vannak. Nagyon sok helyzetben ez is megoldás lehet, de amikor már valaki az érzelmileg kötődsz, akkor ez nem fog működni. Ez az ember gyakran használta azt a manipulációs módszert, amiben az áldozatoknak a manipulátor azt meséli be, hogy az egész világ rossz, és mindenki rosszat akar, ellenben saját maga mellett. Olyan bizonyítékokkal fecseg, hogy pár nap alatt többszörösére tudja növelni a már amúgy is hatalmas bizalmat, amit élvez, bármiféle indok nélkül. Konkrétan érzelmileg zsarolt embereket, elég tipikus dolgokkal, amiket nem szeretnék itt kiteregetni, de szerintem, ha már voltatok toxikus kapcsolatban, akkor tudjátok jól, hogy egy ilyen mérgező ember milyen messzire képes elmenni, akkor, hogyha meg akar kapni valamit. Szerintem ezt nem kell részleteznem, mindenki tudja, mire gondolok. Ha letiltod, lazán képes megfenyegetni.
akár egy új profilról is hívogat, és próbál benned bűntudatot kelteni, hiszen te letiltottad őt. Pedig ő jelenleg annyira rossz állapotban van mentálisan, hogy igazán lehetnél megértő vele. Holott semmi erről nincs szó. Szimplán azt akarja, hogy még a saját szemedben is te legyél a szarember, és folytathassa azt, amit eddig tett veled. A jogos kérdés felmerül még mindig. Miért kell valakinek ennyi grafikus? Szerintem ez amúgy egyértelmű. Nem mindenki viseli el, hogy ingyen vagy pár fityingért kell dolgoznia, és sok lány évekig magában tartotta ezeket. Volt, aki ma először mondta el nekem, szégyelték, hogy nem cselekedtek időben, pedig látták a jeleket, de bíztak benne, mert ő egy youtuber, akit már nagyon régóta ismernek. Teljesen mindegy, hogy ki videós, ki híres, ki nem híres. Minden társadalmi rétegben vannak elmebeteg emberek, akik képesek olyan dolgokra, amiktől az élet tönkre mehet. Mentálisan és lelkileg. Nabu pont ilyen volt. A bocsánat kérő videóját úgy kezdő, szeretné a róla szóló pletykákat megmagyarázni és eloszlatni. Ez már egy manipulációs technika, mert ezután eltereli a figyelmedet és bevallja az egészet, hogy a 95%-a megtörtént és sajnálja, és szeretne egy második esélyt. De kérdem én, hogy azoknak a lányoknak, akik lelkileg megnyomorodtak, poszttraumás stresszük van, pánikrohamjaik, depressziójuk, öngyilkos gondolataik vannak, nekik ki fog a második esélyt adni? Amikor valaki arról mesél nekem, hogy Nabu miatt elgondolkodott az öngyilkosságon, akkor én is elgondolkodtam elég sok dolgon, és azon, hogy ha ez az ember egyszer visszatér a YouTube-ra, akkor két lábbal kell innen kirúgni, mert nem képes a változásra. Évek óta ígérte, az előző barátnőinek is, több lánynak ígérte azt, hogy meg fog változni, de soha nem változott meg. A legrégebbi sztori, amit hallottam róla, az 2017-ben kezdődött. És már ott is komolyabb lelki bántalmazás, terror került szóba. Azt mondta, hogy jár pszichiáterhez, de amúgy évek óta jár, és ez biztos forrásból tudom, mégsem sikerült megváltozni a jó irányba, csak rosszba. Mégis mi a faszért iszik valaki, vagy fogyaszt kábítószert, ha mentális betegséggel van orvosi kezelés alatt? Nem értem. Nem lehet az alkoholra és a beteg agyadra fogni az egészet, mondván, hogy te nem tehetsz erről, és sajnáljon téged mindenki. Nabu, nézd már tükörbe! Ákost látsz! Mártont látsz! Szentpályt látsz! Remélem, hogy csak egy férget, mert nem vagy több ennél. Tucatnyi ember életét megkeserítetted. Miért hagyjuk, hogy ez megtörténjen? Egyik youtuber sem mondja el azt, hogy ők nem istenek, mivel elég sokan kognitán isten komplexussal élnek. Viszont szerintem ők is ugyanolyat szarnak, mint én, te, vagy bármelyikünk. Mindenki lett beteg az agyában. Mindenkiről jogod van feltételezni, hogy nem jó ember addig, amíg nem ismered meg igazán. Mert az, amit az interneten mutatsz magadról, az nem te vagy. Sőt, amit én mutatok magamról, az sem mindig én vagyok. Nincs olyan ember, aki csak önmagát mutatja, és 100%-ban meg tudja mutatni önmagát az interneten. Főleg nem nagy közönség előtt. Megfelelő módszerekkel az interneten bárki tud kialakítani egy személyi kultuszt, mint akármelyik diktátor. Nyilván nem ez a célja mindenkinek, és nem sikerül mindenkinek, de Nabu alapvetően nem egy buta ember, és amikor akar, akkor nagyon tud szofisztikált és választékos lenni, de amint megismered a valódi énjét, teljesen szarik bele az egészbe, mivel ő már kitalált magának egy saját világot. A valódi világban nem igazán érzi jól magát, és nem is akar ott lenni, ezért leszarja. Vagy hajlandó vagy elfogadni, vagy nem lakhatsz ebben a világban. Kisebb reget az életéből téged, és lecserél, hogyha nem akarod elfogadni őt. Mint az eddigi összes barátját, barátnőjét, áldozatát. Mindenkit kivétel nélkül lecserélt. Nincs mellette senki. Ezért is nem tudtam elhinni, hogy valaki azt mondta, hogy a moderátora törölgeti ezeket. Vagyis igazából ő mondta ezt. Szóval nem. Nem hiszem, hogy van melletted moderátor, aki még mindig kiáll melletted. Miért van az, hogy az áldozatokat hibáztatjuk kommentben, ahelyett, hogy inkább felszólalnánk annak érdekében, hogy még véletlenül se történjessen meg ez újra és újra? Miért van az, hogy már a harmadik pedofil férget buktatom le, és konkrétan két kezemen meg tudom számolni, hogy hány nagyobb youtubernek volt töke beleállni mögém az ügy érdekében? Most a videósokhoz szólok. Lehet nektek ez alap, és a legtöbb embernek amúgy ez nyilvánvaló, de gyerekekről van szó. Néhányatoknak már gyereke van. A videósok közül is. Valahogy a tudtukra kell adni, hogy nem mindenki olyan megbízható, mint amilyen te vagy, vagy mint amilyennek tűnik. A fekete cukros autóba sem szabad beülni. És ez az internetre is erősen vonatkozik, sőt, manapság szerintem százszor annyira foglalkozni kéne az internetes predátorokkal, mint a szatírokkal, meg a pedofilokkal a való életben. Kevesebb a lebukásoknak az esélye, és milliószor több lehetőségük van, meg idejük a manipulálásra.
Amikor már érzelmileg kötődni kezdesz valakihez, nem fogod letiltani őt. Válaszokat akarsz. Azt kérdezed, hogy miért? Miért pont én? Miért csinálod ezt velem? Mit ártottam neked? De soha nem fogsz valódi választ kapni. Csak magyarázkodást. Vagy valamit, amivel kárpótol téged esetleg. De nyilván ez is a manipuláció része. A gyerek sem a bácsi miatt száll be az idegen autóba, hanem azért, mert hazudnak neki. Ez érzelmi szinten pontosan ugyanígy működik, főleg ha már bízol benne. Pár perce említettem az okokat, szerintem jól kifejtettem. Ha egyszer elhiszed azt, amit mond, másodszor is elfogod, és lehet, hogy 100 alkalom után is csak még mindig elhiszed, és 101. alkalomra fogsz rászmélni arra, hogy mennyire használt ki téged az illető, és a múltadba fogsz tekinteni, hogy ez mind-mind csak manipuláció volt. Ekkor fogsz összeomlani, és sírni rengeteget. Nagyon remélem, hogy nem túl sok embernek kellett átélni ezt, és tényleg, hogyha bárkivel ilyen történt, akkor nyugodtan írja rám. Velem lehet beszélgetni bármiről. Nagyon szívesen segítek lelkileg bárkinek, mivel amikor nekem kellett lelki segítség, nem igazán volt mellettem senki, de nagyon sokat tapasztaltam dolgokat, és remélem, hogy a tapasztalataimmal tudok segíteni embereknek. A videóm alatti kommentek és Nabu videója alatti kommentek tökéletesen tükrözik azt, hogy miért érzem már sokszor feleslegesnek hangoztatni bármire a véleményemet az interneten. Mert aki elvakult rajongó, az is marad. Rajongjatok csak nyugodtan egy emberért, aki kiskorú lányok életét tette tönkre. Nem érdekelne, ha csak felnőttek írták volna ezeket a kommenteket. De amikor azt látom, hogy ilyen nincs semmi baj, szempály, mi veled vagyunk, reméljük visszatérsz, uvu, típusú kommentek vannak, akkor a gyomrom görcsbe fordul. Hány ingerem van ettől? Gyerekek még mindig védik ezt az embert, és úgy vannak vele, hogy de hát bocsánatot kért, de jó, tényleg? Akkor megint elkezdjük az egészet előről. Az újabb generációval? Még nagyobb korkülönbséggel? Ismét kislányok fognak írkálni neki? Küldik a rajzokat? Legyél a grafikusom? Küldj képet magadról? Menjen előről az egész. Fogadjuk vissza a YouTube-ra. Csináljátok. Én biztos, hogy nem fogadom vissza. És remélem, hogy nem tervez visszatérni. Ennyit erről. Ha tetszett ez a videó, akkor igazán csinálj, mit akarsz. Tök mindegy. Sziasztok.